Köszöntelek benneteket a csatornámon, és örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Én ezen a videón a portál napról szeretnék beszélni. Nem tudom, hogy lehetne ezt németről magyarra lefordítani. A német nyelvű területen portáltágnak hívják ezeknek a napoknak, ezeknek az úgynevezett portál napoknak van egy különleges energiája. És pontosan erről szeretnék nektek bővebben valamit mondani. Ez összefüggésben áll a maja naptárral. És ez annyit jelent, hogy ezeken a napokon a mi bolygónk, a Föld összefüggésben, összekötetésben áll a plejádokkal. A plejádokat ismerjük a görög mitológiából. Ők az Atlasznak a lányai. 7 lány, és ők testvérek, és mutatják a testvéri szeretetet. A centrum, vagy mondhatnám, ez a központi nap a plejádoknál Alkyoné. Alkyoné annyit jelent lefordítva, aki győz a rossz felett. És ezekben a napokban, amit portáltágnak neveznek így a német nyelven, ezt le tudnám magyarul úgy fordítani, egy kapu, ami itt kinyílik, és érezzük ezt a különleges energiát. És ez az energia, ez a kapu, ez a kapcsolat összeköt bennünket Alkyonéval. Ezt mi átvettük a maja naptárból. Mi most ezt éljük át, és ez tart november 4-éig. Ebben a maja naptárban van 20 frekvencia. Egy frekvencia vagy hullám 13 napig tart. A 20-as szám és a 13-as szám egy különleges szám volt a maja kultúrában. Mi jelen pillanatban az 5. rezgésben vagy hullámban vagyunk, eszerint a naptár szerint. Ebben az 5-ös hullámban Ben uralkodik, és mutatja a témát. És ez hat ránk október 31-éig. November 1-én kezdődik a 6. hullám, vagy 6. rezgés. Ben azt jelenti lefordítva, hogy égi járó. És ez annyiban jelentős nekünk, vagy hat a mi napjainkra, hogy mélyebben érezzük a kapcsolatot az ég és a föld között. Ebben az időszakban fontos, hogy a családi dolgainkat rendezzük, mélyebbek az érzéseink, valamit jelent számunkra ez az égi hatalom, vagy érezzük a kapcsolatot az őseinkkel. A legfontosabb most ebben az időben a gondoskodás, a családi szeretet. A mai nap a 10. nap ebben a hullámban, és ez a 10-es szám mutathat egy új kezdetet.
ik hat a mai napra. Ik szelet jelent lefordítva, és ez mutatja könnyűséget, a levegő elemét, és kihat a gondolatainkra és a beszédeinkre. Valami megvilágosodik előttünk, vagy fontos döntéseket hozunk, a kimondott szavaknak vannak jelentőségei. A mai nap egy portál nap, és ez közvetíti az éteri levegő erejét. És érezzük a plejádok hatását. És, mint ahogy említettem, ez november 4-ig fog tartani. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!